Hello, hello! Szia! Csoda szép napot, reggel, estét, bármikor is nézed ezt a videót. Nálam ugye, mint mindig, most is éjszaka van. Na de, vágjunk is bele! A tegnapi fantasztikus mini rally után a mai nap látunk egy kis korrekciót, ami meglátjuk, hogy visszafordulása a pár nappal ezelőtti alacsony szintekre, vagy csak erőgyűjtés ahhoz, hogy átvigye az előttünk álló ellenállásokat. Én Dekler Miklós vagyok, minden nap elhozom neked a legfrissebb kriptóhíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel edukáljak az internet óta létező leginnovatívabb iparágról, a kriptovalutákról, ami tudjuk, hogy nem csak egy technológiai csoda, hanem a pénz evolúciójának a következő szintje. Mielőtt tovább megyünk, ugye el kell mondanom neked, hogy ami ebben a videóban elhangzik, az nem pénzügyi és nem befektetési tanácsadás. Itt minden kifejezetten edukálás és oktatási céllal van jelen. Azért, hogy te tanulj a kriptovalutákról, megtanuld használni, megtanulj nagyon alapvető dolgokat, a hosszú távú felhalmozás, vagy akár a rövid távú trédek, sztékelések és mindenféle egyéb dolgok kapcsán, és ez alapján a neked testhez álló, a te időhorizontodnak testhez álló stratégiával, a testhez álló coinokat meg tudod vásárolni, és ki tudsz alakítani stratégiát magadnak, amiért ugye te vállalod a felelősséget, úgyhogy értelemszerűen nem teszünk kriptóba olyan pénzt, ami ugye a konyha pénz, amit ugye bevásárlásra kell, hogy elköltsünk jövő héten, mert jó eséllyel előfordulhat, hogy éppen jövő héten lejjebb lesz az ára, és azt senki nem szeretné, hogy ne tudjon bevásárolni. Szóval viccet félretéve, nem pénzügyi tanácsadás, viszont nagyon komoly tanulási dolgok adódnak itt nekünk. Oké, a másik fontos dolog, hogy kérek tőled egy kövér lájkot. A kövér lájk azt jelenti, hogy sok-sok szeretettel megnyomod a like gombot. Kövér lájkot kérek, köszönöm szépen, feliratkozz fel a csatornára, még nem tetted, meg nyomd meg a harangocskát és az összeset, mert ezzel segíted a YouTube-ot, hogy minél több potenciális embernek, akinek a kriptó segítség lehet, feldobja a YouTube, és megmutassa ezt a videót. Szóval kövér lájk meg volt, köszönöm. Megyünk tovább, és osztom is a képernyőt, megyünk a kedvenc buborékos csártunkra, és nézzük, hogy mit is mutat. Látjuk, hogy zömében korrekció van, 5-7%-ot korrigálnak a főbb coinok. A jóformán mindegyik, látjátok, Helium, Elrond, Link, Nexo, Ravencoin, Atom, Spell, mind-mind Mana. Láttam erről valahol a Gála is hasonló százalékban korrigál, a Róz is ugyanis sokat rallizott. GLMR tovább rallizik 41%, ugye elképesztőt ment, igazából egy hónap alatt ment 17%-ot, az a mai nap még 41%-ot, de ugye ez egy, ha minden igaz, Moonbeam projekt, hogyha jól látjuk. Oneinch is szépen megy, Hex Curve, Near Protocol folytatja a rallyát, és Monero is kitört. Viszont Bitcoin mínusz 2,5%, benéztünk 43 ezer dollár alá, Ethereum mínusz 3% és 3300 dollár alá mentünk be, úgyhogy láttunk egy kis korrekciót. Nézzük a kedvenc indikátorunkat, a kriptofélelem és kapcsiság indikátort, ami 21-et mutat. Még mindig az extrém félelemben vagyunk, tegnap is ugye itt voltunk 22-nél, ahhoz képest sok minden nem változott. Tudjuk azt, hogy a szombati nagy pánikban lement az index 10-ig, és ilyen alacsony szinten a nyári hasonló pánik és esésben volt, 4-5 alkalommal ment le 10-ig, és ugye utána szépen augusztusban megindult egy frankó rally, ami ugye az indexet fölvitte az enyhén kabzsi zónába. Ugye azt el kell mondanom, hogy amikor nagyon-nagyon félnek a befektetők, hajlamosak áron alul megválni eszközöktől, és ezáltal a jó bevásárlási lehetőségeket rejteget, még hogyha ugye a kapzsiság az úr, akkor ugye a befektetők túlzott kockázatokat vállalnak, akkor viszont már érdemes korrekcióra készülni, és mondjuk profitot realizálni. És ami fontos, hogy Warren Buffettnek van egy mondása, hogy félj akkor, amikor más kapzsi, és légy kapzsi, amikor más fél.
Hát most, hogyha másfél, akkor kapzsinak kéne lennünk. Persze, mint mondtam, nem pénzügyi tanács. Szuper! Na hát nézzük, hogy, hogy most ez az alja volt, vagy a teteje volt, és ugye a traderek zöme arra fogad, hogy a Bitcoin tovább fog emelkedni. Jelenleg ugye 44 ezer dollárnál torpant meg ez az emelkedés, és úgy néz ki, hogy ugye pár bika kvázi már a fáradás jeleit mutatja, és hogy az egész, hogy mondjam, itt hordát írnak, az egész hordának ugye szépen egységesen kellene mennie egy irányba, és akkor ugye maga a bikák át tudnak venni a szerepet, és tudnak menni a Bitcoin a 46 ezer, vagy akár a fölötte lévő zónákba is. Ezt meg fogjuk nézni a Twitteren. Ugye maga azt fejtegetik itt, hogy ugye növekszik jelenleg a fundingnak a negatív kamata, és ugye úgy néz ki, hogy elég sokan még sortban vannak, és egy short kirázást, ugye talán a tegnapi vagy tegnap előtti videónak volt ez a című, short kirázás, és például itt egy short kirázást látnak, de ezt megnézzük majd a Twitteren nagyobban. CryptoEd azt latolgatja, hogy ugye ő Elliott hullámokkal dolgozik, hogy itt lehet az ötödik hullám fölfele, és azzal érkezhetünk meg 46 ezer dollárra, illetve hogy itt a funding rate, hogy most negatív vagy pozitív, azt mutatják, ugye tegnap meg az elmúlt napokban volt negatív, most éppen a mai nap talán enyhén pozitív, vagy hát ugye ez nem napi bontásban, hanem még lejjebb, talán félnapi bontásban, de látjuk, hogy hol negatív, hol pozitív, szóval valójában még előfordul az, hogy például egy pozíciót valaki fölvegyen, azért ugye pénzt kap, nem fizet kamatot, mint alapban, hanem pénzt kap. Na hát nézzük a következő írt, ez nagyon izgalmas hír. Tonga, ami ugye kis ország, valójában El Salvadort követi azon az úton, hogy a Bitcoint ugye hivatalos fizetőeszközét teszik, ezt nyilatkozza ugye egy parlamenti tag, aki ugye azt mondja, hogy oké, ugye rengeteg tongai külföldön dolgozik, és egyébként használja már a Bitcoin blokkláncot is, és kvázi itt leírják a procedúrát, hogy ugye akkor bemegy a törvényjavaslat a parlamentbe, elfogadják, stb., elé terjesztik a nagy uralkodónak, aki aláírja, és akkor elindul az, hogy hivatalos fizető eszköz lesz a Bitcoin, ugyanúgy Tongába. Ez a második ország, ahol a Bitcoin hivatalos fizető eszköz lett. És ugye amit írnak, hogy valójában ugye, amit a Bitcoin pluszban hoz, ezt a gazdaságba forgatják, és szépen mindenki neki el gyűjtögetni a szatosikat, ugye a pici kis Bitcoin töredékeket, hogy ezzel is építsék a saját kis vagyonukat. Ugye itt írják, hogy 50% az internet elterjedtség, szóval valószínűleg azért az internetet majd a kicsit terjeszteni kell. És ugye leírják egy gazdaságba, hogy mondjuk a farmer ugye elülti a magot, és ugye utána Bitcoinban veszi, Bitcoinban számol el, és utána Bitcoinban fizetett ki, amikor megeszed a sztéket az étteremben, amit ugye a farmról származik, és ugye mindenhol a Bitcoin megy körbe, mint ugye pénzközvetítője. Azonban ez egy nagyon fontos dolog, és pont ugye arra, hogy a gazdaságban hogyan, miként áramlik a pénz, és mik a funkciói. Erről ugye pont a tegnapi gratis webináron beszéltem elég hosszasan, és holnap is lesz egyébként gratis webinár, illetve mivel nem holnap, hanem ma, mert ugye pénteken reggel nézed ezt a videót, ha minden igaz, és pénteken lesz egy gratis webinár. A gratis webinár úgy tudsz feliratkozni, hogy a leírásban találsz egy linket, ami curium.io, és itt szépen lefele görgetsz, megadod az e-mail címedet, nevedet, feliratkozom, és ezáltal meg fogod kapni a Zoom linket, és a pontot, de elmondom, péntek 18 óra lesz, és ha nem tudtál részt venni, akkor feltétlenül gyere, ha részt vettél, akkor mindenképpen hívj ismerősöket, akiket szeretnél, hogy a kriptóval ismerkedjenek. Nagyon-nagyon izgalmas lesz ez a gratis tanítás, fogunk regisztrálni a kriptopénztárcát, lesz ajándékosztás, beszélni fogunk arról, hogy miért fontos a kriptó és a Bitcoin, egyáltalán hogyan jön képbe, és maga a hagyományos pénzek hogyan
vannak jelenleg, hogy mondjam, nem annyira kellemes szituációban. Ugye csak említsük meg a dollár 7,8%-os inflációját. Oké, örülünk, hogy Tongán hivatalos fizetőeszköz lesz a Bitcoin. Nézzük a következő hírt. Egy az 1 milliárdhoz az esély. Egy kis bányász kibányászott egy blokkot, 6,25 bitcoin kapott ugye ebben a blokkban, ami kb. 266 ezer dollárt ér, úgyhogy elképesztő, hogy mondjam, nem tudom, házdia volt. Egy az 1 millió 400 ezerhez az esély, hogy ez létrejön, és neki ez létrejött, úgyhogy gratulálunk neki, hogy ezt kibányázta. Oké, nézzük a következő hírt. Azt mondja, a SEBA, ugye a SEBA egy ilyen kriptobarát bank Svájcban, a SEBA-nak a vezérigazgatója azt mondja, hogy az intézményi befektetők fogják a bitcoint 75 ezer dollárra repíteni, és hát 75 ezer dollár nem olyan magas, hogyha azt nézzük, 68 ezer dollár volt az előző csúcs, mégis egy új csúcsot jelent a 75 ezer dollár, és azt mondja, hogy az intézményi befektetők érdeklődése itt van, ők ezt látják, érzik, felülük is jön az igény, és szolgálják ki az ügyfeleket, és szerintük ez 75 ezer dollár fog hozni idén, úgyhogy megjegyzi, hogy ugye a Bitcoin dominancia bement 40 alá, lesz egy frankó konferencia Svájcba, Szent Moritzba, és ugye a SEBA bank egyébként, ha jól emlékszem, akkor például Ethereum stakinget is nyújt, és ugye azt mondja még, hogy valójában ez az egész Bitcoin, ez a pénzügyek újra megfogalmazás és újra gondolását hozza el nekünk. Oké, következő hírünkben azt mondják, hogy 100 000 dollár lesz a Bitcoin, a kripto, az OKX, vagy OKCoin kriptotőzsde vezérigazgatója. Szerint ugye OKCoin, hát ugye annak idején egy kínai tőzsdeként indult, aztán ugye egy, hát főleg ázsiai tőzsde lett, elég nagy tőzsde, a vezérigazgatója 100 000 dollárra várja a Bitcoin, és ugye azt mondja, hogy itt sok függ az időzítéstől, és ugye mondjuk a piac dinamikájától, de jelenleg azt hiszi, hogy 100 000 dollár idén meg lesz. Ami ugye fontos, hogy ugye meghivatkozó is a nemzeti bankokat, hogy ugye mekkora a mérleg egyenlegük, ugye főleg az amerikai egybanknak, és hogy mennyi pénzt nyomtattak, és ugye ez ennek a hatását. És ugye itt látunk más elemzéseket is, hogy például Bloomberg ugyanúgy 100 ezer dollárra várja a Bitcoin, Brock Pierce 200 ezer dollárra, és egyébként elmondom, hogy a Goldman Sachs is 100 ezer dollárra várja, illetve a Nexo vezérigazgatója 100 ezer dollárra várja 2022-re. Oké, nézzük a következő hírt, ez Törökországról fog szólni. Ugye törökök mennek Bitcoinba és Tetherbe, hogy kimeneküljenek ugye az összeomló török líra alól, ami ugye egyrészt inflálódik, másrészt nagyon gyengül az árfolyama a dollárral, euróval, meg hát minden más valutával kapcsolatban. Ne felejtsük el, hogy a török líra egyébként a török lírával szemben a Bitcoin csúcsra ment ugye az elmúlt egy-két hétben. Egyébként látjuk, hogy egyre magasabb a kriptovaluták forgalma, óriási összegeket ér el. Itt volt, hogy 25 milliárd dollár volt a forgalom ezen a, szerintem nem tudom, ez heti chart, vagy heti gyertya, de óriási összegeket vesznek, és ők nem azért, hogy csak kereskednek, hanem azért, mert teszik át a pénzüket, hogy ne török lírába legyen. Látjuk, hogy ugye megugrott a Google keresés a Bitcoin iránt, és azt is látjuk, hogy a török lírával veszik ugye a különböző kriptovalutákat és a tetert is. Szóval veszik a tetert is, nem csak a bitcoint, a USDT-t, hogy dollárban legyenek. Ugye maga a török líra óriási volatilitása, az infláció emelkedése, ugye oda vezetett, hogy a befektetők, az emberek ugye a kriptovalutákat hosszú távon és profitábilis befektetésnek tartják, rövid távon meg az infláció elleni védelemnek. Szóval rövid távon az infláció ellen védik magukat, és inkább ezt használják, akár fizetőeszközként is, hosszú távon meg
jó befektetésnek tartják. Oké, és ugye maga a kriptovaluták az egyetlen reménye a török embereknek, mert teljesen már tönkre vannak, csődben vannak, és pénzt akarnak csinálni, és ugye ez a legegyszerűbb módja, ezt mondta, hát nem tudom, ez a hölgy mondta, de ezt mondták itt a török emberek. Úgyhogy látjátok, a bitcoin és a kriptó mindenkinek hozzáférhető, és mindenkinek a jó oldala is használ, a jó oldala használható, és például rengeteg török embernek segítséget nyújt, hogy a vagyona ne olvadjon el már a hónapra, mert inflálódik a pénzük, meg gyengül a vásárló, gyengül az árfolyam a más valutákkal szemben. Na nézzük a Gap nevű márka, aminek tudjuk frankó pulóverjei vannak, farmerjei vannak, Londonban nagyon jó Gap volt, van ott egy időben, szívesen vásároltam, és beugrik a Gap az NFT-be, Tezoson csinál NFT-t, és az NFT-ket fizikai, ugye ez a hoodies, ez a csuklyás pulóverrel fogják kiadni, ugye, úgyhogy ennyi, ha szereted a Gap-et, akkor vegyél egy ilyen NFT-t, és akkor kapsz egy ilyen csuklyás pulóvert is. Na nézzük, Coinbase, egy elképesztő dolgot vezet be a Coinbase, negyed évente egy hét szabadságra fogja küldeni a dolgozókat, és ezzel azt szeretné, hogy a dolgozók föl tudtanak töltődni, mert ugye rendkívül igénybe vett munkát végeznek, ugye Coinbase az egyik legnagyobb kriptotőzs, de ott mindig ugye van bőven munka, és ki fogják adni azt, hogy negyed évente van egy hét pihenő, most feltétlenül nem mindenki egyszerre fog elmenni, akkor Coinbase bezárni, és ezt nem biztos, hogy a felhasználók ezt úgy jó szemmel néznék, de azon, hogy felváltva szabadságra és feltöltődésre küldik az embereket, szerintem ez tök jó hír. Nézzük, mi történik a Twitteren, feltétlenül kövess a Twitteren a @miklos.denklerem, illetve kövess a @corion platformot is. Ami itt izgalmas, volt egy megosztás, azt várja az illető, hogy ugye ez a 45 ezernél, 44 ezernél visszafordulunk, és lemegyünk 36.500-ra, és onnan vár egy felpattanást, meglátjuk, értem szerintem 40 ezer, 41 ezer egy kulcs szint. Ezen, hogy itt Michael Saylor osztotta meg, hogy a bitcoin egy technológia, és mindenkinek szüksége van rá, és nem állítható meg, és ugye itt beszélnek arról, hogy a milliárdos Bill Miller 50%-ának a vagyonát bitcoinba teszi, adok rá egy kis hangot. Hát elképesztő ez a hölgy, hogyha tudsz angol feltétlenül néz végig, elképesztő, hogy milyen energiával, milyen lelkesedéssel magyarázza az, hogy ez a dollár milliárdos Bill Miller, aki tudjuk, ugye tegnapi hírekben benne volt, hogy Amazon részvényekben van a jó formában a teljes vagyona, annak felét eladja, és bitcoinba teszi, úgyhogy nagyon-nagyon színesen magyarázza el a hölgy. Frankó. De tegnap hírekben pont beszéltünk a Joe Roganről, hogy aki akkor arról beszélt, hogy a bitcoin és a kriptó az már itt lesz, és hogy mennyi jó dolgot hoz az emberiségnek, és most az Axie Infinity és a Play to Earn-ről beszélt, ugye az ő podcastjében, hogy ezt rengetegen nézik, nem nézünk most bele. Következő posztban ugye tudjuk azt, főleg, hogyha megnézted a Time V-Memo Wonderland videót, amit ugye szerintem vasárnap raktam ki, hogy André Cronje, Daniel Sesta Wonderland és ugye Time alapítója dolgozik egy Phantom DeFi projekten, amiből jó eséllyel mondjuk akár airdropot is kaphatunk, és ennek itt van egy thread, feltétlenül érdemes elolvasni. Van egy másik tweet itt, ugye azt mutatja, hogy a Bitcoin
ciklus hogyan nézett ki, hogyan realizott a Bitcoin a különböző bika ciklusokban, és látjuk, hogy, mikor milyen szinteken pattant el az ár, és ugye azt is látjuk, hogy jelenleg nem rallisztunk még akkorát, mint egyébként szoktunk a különböző ciklusokba, és ugye azt mondja, hogy visszapattantunk, és a ciklusnak még nincs vége. Na hát ugye ezen a csárton latolgatják azt, hogy ugye azt mondják, hogy a medvék sortolták ugye az alacsony szinteket is, és érzelmileg kötődnek ugye jelenleg a pozíciójukhoz, megnövelték ugye a tőkeátviteles pozíciójukat, amikor itt ezen az alacsony szinteken voltunk, és ugye most ez a fölfele emelkedés ellenük megy, és azt mondja, hogy látni fogunk likvidációkat, hogy a sortosok likvidálódnak. Ez egyelőre nem történt meg, de még megtörténhet. Oké, erről meg már tegnap beszéltünk, hogy a bányászok nem adnak el, amit újra kibányásznak bitcoinokat, ami megképződik ugye 6,25 ugye 10 percenként, hanem felhalmozzák és gyűjtögetik. Szuper! Na, akkor nézzünk, menjünk egy picit el a Telegramunkra. Feltétlenül csatlakozz be a Telegramra. 1200-an vagyunk már, rendkívül jó kommunikációk mennek. Itt egy picit visszalapozok, ugye látjuk, hogy osztatok meg különböző csártok, a teremzéseket, mit csinál az Ethereum, hova megy, mit tört, rövid távú trendben ment, letört, szóval ezek mind-mindos indikációk, meg azon sokat lehet belőlük tanulni. Ugye itt van a tegnapi videó, bányászok felhalmoznak, Franco, illetve hogy itt Gábor a Phantomról is megosztott egy videót, hogy jelenleg egy lefele tartó trendben, van igaz, hogy ez egy 5 perc, szóval 5 percen maximum skalpolgatni lehet, de nagy trédeket ugye nem tudunk 5 perces csárton indítani, mindenesetre Phantom nagyon frankó ugye beért abba a zónába, ahol ugye reggel már írtam, hogy profit realizálás, legalábbis részemről, és figyelem azt, hogy fölfele törjön, és ha fölfele törik, akkor további long pozíciók. Oké, csatlakozz be! Ha már itt vagy, akkor feltétlenül nézd végig a pinelt üzeneteket itt fölül. Ugye mai nap is volt Daxio tájékoztató, általában minden nap van, ugye mindig kiszoktuk tenni. A Daxio egy online játék és szórakoztató platform, ami ugye blockchain játékokat, mint Gala, Sandbox, Illuvium, Star Atlas használja, illetve jönnek ki a saját blockchain-es játékukkal, és ehhez kapcsolatban jönnek ki saját kriptovalutájukkal is. És egyrészt van benne frankó üzleti lehetőség, másrészt ugye ez a ebben a körben hozzáférhető, még a piacra menetel előtt hozzáférhető kriptovaluta, az van, hogy nagyon frankó lehetőséget rejteget a jövőben. Ezért, ha ez érdekel a Metaverse, online gaming, NFT vonal, akkor gyere, és kérd Eva Mamacitától. Eva Mamacitának úgy tudsz írni, hogy ide beírod, hogy kukac. Eva, beírod, hogy Eva Mamacita, kiírt dobja, és akkor beírod, hogy szeretnénk kérni, ezt szeretnénk kérni, amaszt. Oké. Igen, holnap 18 órakor lesz ugye a gratis, amiről már előbb beszéltem, 3000 forintnyi kriptot fog kapni egy szerencsés jelentkező, aki ugye részt vesz a wallet telepítésbe. Szóval pénteken 18 órakor várlak szeretettel, itt regisztrálj be és hívd meg barátaidat is. Oké, itt adakoztunk, érdemes adakozni még, ha nem adtál Magyar Ökonomikus Szeretett Szolgálatnak. Igen, van egy nagyon izgalmas projekt, amit csinálunk, ezek a Stromblock nódok. A Stromblock nódok, amit kell tudni róla, hogy egy nódot 10 stronggal tudunk elindítani, és utána ez folyamatosan termel napi szinten, és körülbelül 110 nap alatt termeli ki saját magát, szóval a 10 strongot 110 nap alatt kitermeli, 100%-ot megcsinál 110 nap alatt, és ugye utána, ha mondjuk visszaforgatjuk, akkor már csak ugye 55 nap alatt csinálja meg ugyanazt, és hogyha utána elkezdjük kivenni, akkor 55 nap alatt ki tudjuk venni mondjuk azt, amit beletettünk, és ez folyamatos cashflow-t biztosít, és ugye most egy cashflow generáló projekttel foglalkozunk. Ha ez érdekel, ugye ez most jelenleg kb. $6000 lehet elindítani Stromblock nódot,
nem olyan könnyű kezelni, mert figyelni kell az Ethereum gáz árakra, jelenleg is van elakadt Ethereum tranzakciónk. Ha ez érdekel, Eva Mamacitának tudsz írni. Egyébként, ha már itt vagyunk, akkor nézzünk rá egy picit, hogy hogy is néz ki a Stromblock node. Látjátok, itt vannak a nódok, ugye most már 14 csoportnak van nódja, és ugye az első négy csoportnak már volt visszaforgatás, az ötödik meg a hatodik visszaforgatás jön most, amint ugye az elakadt tranzakciót egy alacsonyabb gázdíjnál ki tudom hozni, jelenleg elképesztő magasak a gázdíjak, 200 gigavej, szóval jóformán így nem nehéz úgy kihozni, hogy ne égessünk el sok pénzt a különböző gázdíjakra, de ezekre figyelek, úgyhogy kicsit most így el van akadva egy tranzakció, de amint itt megvan, akkor a ötödik és a hatodik csapatnak is megtörténik a visszaforgatás, és ilyenkor mindenkinek ugye minden termelés mindig a soron következőt fűti, szóval nincs az, hogy az csak az enyém, hanem mindig a soron következő kapja meg, szóval mindenki termelés a soron következő kapja meg, így mindenki jól jár, és ugye a visszaforgatás után meg elkezdjük szépen kiveszegetni a közösből. Szóval Stromblock így néz ki, majd mindjárt megmutatom, videó is van róla, illetve itt alul is megtalad a videót, meg a weblapot, bátran nézd utána. Jó, itt ugye van még különböző infók a Metamaskon, hogy milyen csalások vannak és mire figyeljél. Egy megoldás, ami segít, hogy rendelsz egy Ledger Nano X-et, amit itt megtalálsz. Vannak hasznos linkjeink. Itt például tudsz Binance-en regisztrálni, 10% kedvezményt kapsz a díjakból, KuCoin-on tudsz regisztrálni, betettem szerintem az FTX tőzsde linkjét, Kraken tőzsdét, a Byswap ugye egy decentralizált tőzsde, szerintem jobb, mint a PancakeSwap, ott is kapsz visszatérítésre, ezeket a linkeket használod. Itt a Ledger Nano, Crypto.com kártya ajándékkal, itt van az InLock, ahol évi 5-20% kötőjel 20%-os jutalmakat is lehet keresni, hogyha ott lekötöd a pénzedet, és itt vannak az egyéb hasznos linkek, a Telegram csatornánk, az Eva Binance Smart Chain új projekteknek a linkjei, erről majd mindjárt még beszélek, a Stromblock videó, Time videó, ezt is feltétlenül nézd meg. Egyébként ugye az Eva szignálok kapcsán jött ma egy nagyon frankó szignálom, vagy tegnap, nem is emlékszem. Ugye itt van az Eva VIP-ben jönnek a szignálok. Látjuk, hogy már nem csak az új projekt elindításakor kapjuk meg a szignálokat, a különböző linkekkel, és ugye Eva World-ön már egyből gyors vásárlással, meg gyors eladással, mindenféle késlekedés nélkül, tranzakció elakadás nélkül lehet adni-venni, de jön info, hogyha valamit listáznak a CoinGecko vagy CoinMarketCap-en, és ez nagyon fontos, mert akkor gyorsan bele lehet venni, és utána a következő pár órába, amíg megjönnek a népek, ők szépen ugye még hajtják fel az árat, ahol beérkeznek Shiba, Shinomi Inu, meg nem tudom, mindenféle coinokat is listáznak pluszban, úgyhogy azokról jön mindig a további szignál, amikor listáz a CoinMarketCap. Oké, ma volt itt egy nagyon izgalmas coin, ez a Metanet, és holnapi nap egyébként ki lesz téve egy videó, amit az Eva World fejlesztőjével és maga Eva World userekkel csináltam, nagyon frankó, izgalmas, be fogják mutatni ezt az egészet, hogy hogyan működik, és már nem csak szignálokat adnak, hanem ez egy CryptoMinds-ból kiindulva egy nagyon frankó kis közösség lett, akik naponta több órát beszélgetnek, és itt nézik azt, hogy hogyan, mit hozzanak ki ezekből a szignálokból. Látjuk, például ez a szignál itt elindult, volt egy kis fölfelemenettel, visszaesett, azt lehet mondani, ez a 150-200-on volt akkor egy fölfelemenettel, megint egy pici visszatesz, de látjuk, megjöttek a volumenek, elég nagy volumenek jöttek, komoly nagy volumenek jöttek, megint jött be volumen, és azt lehet mondani, hogy körülbelül a 200-ról ez megindult, és még mindig megy. 200-ról fölment 3300-ra. Ha ezt most úgy felbeáll, akkor mostani mondjuk, akkor osztunk 3400-ban a 200, hogy mennyiszer van meg. 17-szerest ment ez a coin. Persze, hogy azt a stratégiát csinálják a srácok, hogyha mondjuk itt megvették, fölment duplájára, akkor a beszálló összeget eladják. Persze ezekben a visszatesztekben lehet, hogy még vissza is szállnak, szóval
egyre komplexebb kereskedést végeznek, és megnézik a projektet, hogy ez egy 24 millió dolláros market cap-ű projekt lett itt egy-két nap alatt, úgyhogy ezt nagyon frankon meg lehetett lovagolni, nem mindegyik, ilyen valamelyikkel csak dupláját vagy tripláját lehet elérni, viszont arra, hogy éppen erre mikor mi történik, nagyon frankon, mert van egy alert is, amikor jönnek az infók, hogy melyik coin mit csinált, hogy például 13-szorosánál van a Metanet, akkor ez a ENSP, ez kétszeresén van, Infinity akármi kétszeresén, háromszorosán, Metanet 17-szeresén van, IVR kétszeresén van, 20-szorosán van, Metanet 22-szeresén van, szóval folyamatosan jönnek azok az infók, ami pluszban infót ad, hogy mikor adjál, és ugye ez a Metanet, hát én biztos ott már eladnám, de itt a srácok ezeket nagyon frankon szokták űzni. Ha ez érdekel, a leírásban találsz egy olyat, hogy Eva Helpchat, vagy Eva Signal Helpchat, illetve holnap lesz kifejezetten egy videó, ahol úgy benne lesz a linkje, és be tudsz csatlakozni ebbe a közösségbe, és a szignálok kapcsán feltétlenül ott a csapattal aktív legyél, és kérd ki a véleményüket, meg kapcsolód be, mert akkor tudod ezt igazán jól használni. Örülök, hogy ilyen frankó egyre jobb szignálok jönnek, hogy ezt több fejlesztést is csináltak, ami egyre jobb szűrt és komolyabb szignálokat is ad. Szuper! Jó, akkor szerintem a telegramokat kiveséztük, beértek a telegramra. Indulni fog egyébként Discord, és ott pedig picit más lesz a tematika, illetve indul a Patreon, ahol ugye különböző tartalmak lesznek föl, téve különböző csoportok lesznek, és értem szóval majd bankkártyával lehet részt venni, vagy ott be regisztrálni arra a tartalomra, amit szeretném. Oké. Okay. Szóval, szuper. Kövér like megnyomva, és akkor menjünk nézünk csártokat. A rendőrön áll a csártom. Hát rendőr nem indult meg fölfele, viszont ezeken az alsó szinteken itt 3,5 és mondjuk 3 között én itt mindenképpen rendőr föl halmoznék, mert hosszú távra nagyon komoly projekt, használni fogja az összes DeFi és játék projekt is maga a rendőrt szolgáltatása miatt, úgyhogy egy nagyon frankó kis projekt, persze ugye kis market cap, ezért ugye jóval volatilisebb. Nézzük a Bitcoint, jelenleg ugye Bitcoin ezen a csárton látjuk, hogy itt ugye 4400-nál, ahol van ez a trendvonalunk, itt elutasításra került, vissza is fordult kapásba, ugye itt az volt a rajz, hogy fölmegyünk 46-ig, és majd ez a horizontális fordítja vissza, nem, most visszafordította ez a trendvonal, úgyhogy jelenleg itt fogunk oldalazgatni 40 000 és a ezen trendvonal között, valószínűleg egyre inkább, ahogy megyünk előre, be fogunk itt szűkülni. Lefele, ha törik a 40 000, 36 000 dollár, ha meg ezt fölfele tudjuk törni, akkor 46 000 dollár. Amíg nem vagyunk ott, addig másról most nem beszélek, mert addig teljesen felesleges, úgyis naponta ezt ránézünk. Itt vannak a szintek, be van rajzolva, ezeket nézzük, ezt időnként posztolom, jelenleg el lettünk ott szépen utasítva. Ami viszont érdekes, hogy a Bitcoin shortok a Bitfinex-et növekednek. Egyébként is itt vannak, és nem tűntek el, és most is egy picit-picit növekednek, szóval a shortosok még itt játszanak. Egyébként én azt terveztem volna, hogy 46 000-nél besortolok egy picit, persze van long pozícióm is, akkor ugye itt már realizáltam profitot, de ugye ott volt a másik profit realizálási cél, értelemszerűen ugye a longok ez itt nyitottak 40 000 dollár alatt, szóval ebben a stoposz föl van húzva, szóval nagy meglepetés nem érhet, viszont én is, meg sokan terveztek itt 46 000-nél shortot indítani, erről majd lesz egy külön oktatás, lehet, hogy éppen jövő héten majd meglátjuk. Jó. Ethereum nem ment át a 3400 fölé, ment egy picit. Ez a szépen megindult trend jelenleg tört. Most ez valójában egy bull flagben vagyunk, szóval ez nem azt jelenti, hogy most visszajövünk, és minden lemegy a legalsóbb szintekig. Egy bull flagben konszolidáljuk a Bitcoin is, Ethereum is. Jelenleg itt azt fogom figyelni, hogy ez egy 4 órás chart, hogy
kb. Ez a szint, ez megy. Ezt mikor töri fölfele? Ha töri fölfele, akkor mondjuk nyitnék egy pozíciót. Egyébként ugye ez a 3004 itt ellenállás lesz, lehet, hogy max. Addig tud megint elmenni, utána meg 3600-as szinteket nézem. Lefele ugye 3000 alatt további szintek nyílnak meg, mint 2008-2006, ahol ugye horizontális ellenállások vannak Ethereumban. Jó, hát a többiek konszolidálódnak, Phantomot nézzük meg, mert Phantom jól néz ki most is. Miért nem vált át? Igen, itt a Phantom. Ugye a Phantomnál itt ez a zóna. Egyrészt itt van a korábbi csúcs, 3,4 körül, illetve ez a zóna, ez itt már volt. Ott egy lokális csúcs, itt is volt egy lokális csúcs január 4-én, és most is beérkeztünk ebbe a zónába. Mondtam, hogy itt profit realizálás van, mert ugye itt indítottunk longot. Ez ugye be volt ide rajzolva, remélem követted, itt indítottunk longot, és ezzel csinált, aki ezt csinálta, egy 33%-ot megcsinált ezzel. Most jelenleg itt is egy konszolidációt látunk. Lehet, hogy egy bullflag lesz belőle, lehet, hogy hasonló bullflag, lehet, hogy kisebb, viszont ha ezeket a szinteket töri mondjuk 3,2, akkor ott mindenképpen egy longgal próbálkoznék. Én szép volt a volumen is, nagyon jól néz ki, és jönnek a Phantomon a fejlesztések, amiről előbb a Twitteren beszéltünk. Link. Na hát a link egyelőre, akkor a linkkel a long pozíció építgetés, akkor itt úgy látom, hogy befejeztük, mert ugye a stop loss alá volt betéve a trendvonal alá, úgyhogy meg kell nézni, mert akkor a stop loss kitölt ezt a pozíciót, hogy itt építgettük a trendvonalnál long pozíciót, viszont bementünk alá, úgyhogy ez a stop loss-szal valószínűleg kitörődött, 25,5 körül volt szerintem a stop loss. Jó, szóval a link, ami egyébként szépen teljesített ebben az esésben, látjátok, egész december végóta gyönyörűen realizott. Mennyit is realizott? Hát amikor a csúcson volt, akkor 50%-ot, egyébként most is egy 30%-os pluszban van december végéhez képest. Oké, van, jól néz ki, elért a célárat, teljesen perfect. Ez a trade akkor lezárult, kitörőjük innen, mert lezárult ez a trade, frankó. Most ugye itt lehet, hogy visszatesztelgetünk, vannak, hol volt a csúcsa? Ott volt egy csúcs, 0.36, illetve ott valószínűleg arra még volt csúcs, nem volt máshol csúcs. Igen, hát akkor a vannál viszont egy új csúcsot láthatunk hamarosan, hogyha ezt töri ezt a 0,376-ot. Jó. Oké, írjátok majd bele, légy szíves a kommentben, hogy melyik altcoinra nézzünk rá, rengeteg van. Wi-Fi, igen, ha nézzük 4 óráson, éppen törte, a Wi-Fi tört, kitört, visszatesztel. Most nagyon azt nézem, hogy ha ez elindul fölfele, itt belevennék, de az is lehet, hogy visszatörik alá, és ez egy hamis kitörés volt. Azt nézném, hogy itt ez elinduljon fölfele, akkor Wi-Fi-ba belevennék, és a Wi-Fi nagyon szépet ment, csinált egy 100%-ot ugye itt erről az ezt a rajzolót egyszer bekapcsolni, nem tud lelőni. Innen ugye csinált egy frankos 100%-os emelkedést pár hét alatt, két hét alatt. Oké, srácok, ennyi volt így mára. Kérlek, nyomd meg azt a kövér lájkot, és igen, még valamit mutatok. Feltétlenül, igen, kövér lájkot megnyomtad. Ugye itt van a YouTube-unk, ugye itt vannak a videók. Feltétlenül nézd meg a bakkarátos videót, ez a tegnapi cashflow kriptoban második rész, ugye egyre több ilyen cashflow dolog lesz. Az első részben ugye Ivicával volt egy partnerség, ahol ugye Hyperfundról beszéltünk, ott valószínűleg még jön több videó, meg jön a Zafir is. Itt viszont a bakkarátról, ami egy kártyajáték, és hogy hogyan lehet egy kártyajátékban besztékelni, és kriptot gyarapítani, erről beszélünk Moró Csabával, Profit Faktortól. Mindenképpen írjatok a kommentet is, légy szíves, videó alá, mert szerintem Csaba nagyon
frankón jól összefoglalta, egy kicsit adjatok neki visszajelzést, nagyon frankó kis videó lett, és ez a bakkárát egyébként, ha itt megnézem, itt ugye hozott $500 lett beletéve, ha jól emlékszem, tegnap, még ugye, alig egy napja, $1.75 hozott már így a bakkárát staking értelemszerűen, építem ki azt az 5 lábat, akinek ugye az egész kriptománccal tölteni fogjuk a pulljait, úgyhogy kérek 5 jelentkezőt, olyan jelentkezőt, aki legalább $5000-ra szeretne bakkarátot indítani. Hogyha ebben szeretnénk egy plusz infót, akkor ugye szombaton lesz egy Zoom hívás, amire Eva Mamacitától tudjátok kérni a linket. Az a lényeg, hogy keresek 5 olyan jelentkezőt, aki legalább $5000-ra szeretné a bakkarátot elindítani, és akkor az összes új beérkező, aki kriptománcba jön, ehhez az 5 emberhez fog tartozni, és az ő pulljukat fogja tölteni, úgyhogy bakkarát elindult. Gratulálok, és frankó ez a videó, nézd meg. Illetve ugye itt oldalt be tudod írni a keresőben, most nem tudom, hogy hova tűnt. Itt ugye szokott lenni egy kereső. Be tudod írni, hogy melyik videóra keresel, meg tudod keresni például itt a kereső, meg tudod keresni például a Strongblockos videót, Strongblock. Miért, hogy Strong, az is elég, itt van a Strongblockos videó, itt van például a Helium Miner, amit ugye, ha Magyarországon laksz, már nem tudsz rendelni, de egyébként, ha külföldön laksz, akkor nézd meg is, rendelj Helium Minert, üzemeltetésre lehet Helium Minert kapni, illetve ugye van a VMMO Time videó, Time-ból VMMO, feltétlenül nézd meg, ez egy nagyon frankó videó, így 60%-os éves kamatos kamatú dolgot látsz, úgyhogy feltétlenül ezeket a videókat nézd meg. Szóval, like megvolt, kommentbe írt, hogy melyik altcoin a kedvenced, várlak a Telegramon, holnap jön az Eva World-ről a plusz videó, azt is feltétlenül nézd meg, és holnap találkozunk, örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy követed a csatornát, holnap 18 órakor gratis képzésen várlak szeretettel. Szia, csodás, szép napot, sikeres pénteket, hello, hello!